verheiratet. Alleen om huis te leiden. Meg mit látott a férfi, aki visszatért a halálból? Tudni szeretné vajon, hová kerültek szerettei, amikor befejezték földi életüket? Gyötri a kíváncsiság és a félelem. Ismerje meg minden halandó jövőjét, csak pár fillér. És megtudják, mit látott a túlvilágon a férfi, aki visszatért a halálból. Az örök titokra fény derül. Jöjjenek, és megtudhatják, mi történik a halál után. Post mortem hoto. Már nem szenved. Békességre lát, nyugalomra. Azt mondják, van arra egy egész falut elvitt a spanyolnától. Mi nálunk csak én voltam beteg, meg a kislány. Szerencséje volt. Hogy nem vitt el. Milyen szerencse ez? Erős fényben úsztam. A testem könnyű volt. Átjárta a levegő, anélkül, hogy lélegeztem volna. És akkor fölém lebegett a legcsodálatosabb nő, akit valaha is láttam. Körülöttünk fények vibráltak, mintha ezer gyertyalángja égett volna. A kezedet ezt így tesszük szépen. Nem volt többé fájdalom, éhség, minden értem volt ott. Én magam voltam az egész világ. Csend volt, de mégis mintha a világ összes hangját hallottam volna. Most lesz a jó. Részévé váltam a végtelennek. Nyugalom és békesség szállt meg. És egyedül volt ott? Már hogy lettem volna egyedül ilyen vészterhes időkben, amikor több a halott, mint az élő? Mikor ellepik a kísértetek a földet? Kész is vagyunk. Mindjárt jövök. Te mit keresel itt? Halottak, azt fényképezel. Láttad, nem? Nálunk is vannak halottak. Hol nálatok? A faluban. Eljössz? Ha fizettek? A kísérteteket is le tudod fényképezni? Őket nem lehet. Jobb, ha megyek, már várnak. Megragadta a kezemet az élet, és kirántott a halátorgából.
utolsó fotó az elhuncsról. Hát, szép emlék. Ja, milyen szép képek. Ugye, Jóska? Jó vonal. Annyi halottat nem lehet csak úgy ide furikázni. Segíthetek? Hány halottjuk lehet? Nem azért megyek oda. Persze mondtad a lány miatt. De hát ez csak egy gyerek. Sosem mondtam, hogy nem az. Ezt már csak maga költötte hozzá, hogy ilyen-olyan szépség. Én csak azt mondom, amit nekem meséltél. Meg még egy kicsit. Ezért fizet meg. Na. Amikor másképp mondtam, nem volt ennyi koncsap sem. Aztán soká el leszel? Pár napig. Még a héten utolérem magukat. Ekkora hű volt egy gyerek miatt. De őt láttam. Nem ért maga semmit. Fagyott lent a föld. Ha nem így lenne, már rég eltemettük volna őket. Ki hallott már olyat, hogy azok a szegény halottak ott várnak hetek óta temetetlenül. A Tibornak a szegény özvegy az is beszél össze-vissza, a Jutka. De már nem volt a férje jó erőbe úgyse. Micsoda teher egy nyomorékról gondoskodni. Aztán mondjad, hogyan is hívnak téged, fiam? Tomás. Tomás? Tomás. Tomás. Az jó név. Nálunk az a Tamás. De a Tamás, az is jó. Tamás. Arcsánál leszerje.
Szállás kell neki. Maradhat? Csak pár napra. Oda? Ja. Majd megmelegítem a dunyhát. Éhes-e? Éhes vagy, fiam? Éhes. Éhes. Hallottam én is. Menjél majd, adok neki enni. Üljön csak le. Dankeschön. Nem magyar? Nem. Német? Az. Fényképész hallottam. Az. Jó, mert nem csépeli a szót. Anna, hova mész? Veled mehetek? Csak ha nem félsz a halottaktól. Itt nyáron nagyon szép. Gondolom. Anyád elengedett így este? Nekem nincs anyám, csak a néni. És apád? A háborúban van. A háborúnak rég vége. Tudom. Nem hallottatok felőle? Nem. Hány éves vagy? 20. 10. Gyere! Simon bácsi, Anna néni, Gyöngyike, Árpi bácsi, Zoltán bácsi, Tulipán Péter, Tulipán Emma, Tulipán Marika, Schwalc Ede, Schwalc Zoltán, Beck Jánosné, Beck János. A Ferikével így cigarettáztunk. Megijesztettelek? Oh, meg. Ki az a Ferike? Egy fia a faluból. Elment ő is a háborúba. Bele cigarettáztunk. Honnan szereztetek cigarettát? Lopta a nagyapjától. Te utaztál már villamoson? Olyanon is, ami a föld alatt megy. Olyan nincs is. Nekem elhihetett, hogy van. Menjünk. Vár a néni. Marcsa?
Itt jöjjön, mond. Jó reggelt. Jó reggelt. Volt zaj az éjszaka? Fél a sötétben? Csak ha van mitől. Lezártam a házat, amikor a szegény nővérem meghalt. Ez volna. Leszedjük a deszkát? Nem kell. Pont jó lesz nekem egy ilyen sötét szoba. Jó lesz. Hát, ilyen szép bútoraik voltak. Marhat is itt, ha akar. Köszönöm, de Marcsa... Ja, ő meg a tanítónő mondta. Csak mondjuk már gyerek nincsen. De majd lesz, majd meglátja. És Anna? Anna? Hát annak meg szülei nincsenek. Csak a néni vigyáz rá. Inkább már csak ő vigyáz a nénire. Mióta megütötte a guta. Jó gyerek az Anna. Mindjárt jó meleg lesz. Megyek. Nem zavarom. Hagyom dolgozni. Köszönöm. Imre megengedte. Igen, tudom. Köszönöm. Alig van megfagyva. Ő a nővére? Nem, őt már behoztuk tegnap este. Észre se vettem. Akartam még mondani, hogy... I'm
ezt. Maga ide nézzen. Maga csodát művelt a férjemmel. Sosem gondoltam volna, hogy láthatom még így. Nagyon köszönöm. Szívesen. Szólok, hogyha elkészültek a fényképek. Bekeretezem majd. Szép keretbe teszem. Kezed. Így jó lesz? Jó lesz. Már a vásárban is láttam, tudom, hogy mit csinálsz. Nagyon szép lett. Alig látszik, hogy halott. A néni azt mondta, hogy amikor megszülettem, én is halott voltam. Hogy halott? Mert a köldökcsinor megfojtott. És
Tessa néni addig dörzsölgetett, amíg fel nem érettem újra. Emlékszel rá? Olyanra, amit az öreg ember mondott a vásárban. Olyanra nem. Mi volt ez? Nem tudom. Megnézhetem? A kislányok szoktak félni a halottaktól. Én a kísértetektől félek. Nem kell. Lacika, nem veszed le? Az anyám nem engedi. Azt hiszi, megvéd. Tőlem is félsz? Dehogy is. Csak a kísértetektől. Én nem vagyok kísértet. Fel van fújodva a kecskéd? Nem, csak kicsinye lesz. Csak fingani fog és kész. Majd meglátod. Kettő, három. Thank you.
ott vannak, igaz? Rajta vannak. Ők csinálták. Mit akartok? Mit akartok? Már vége van. Elmentek. Na, nyugodj meg kicsi, már nincsenek itt. Ne félj, elviszlek innen. Hová mehetnénk? Ezek mindenhol ott vannak. Ez nem igaz, én még ilyet soha nem láttam. Nem lett volna szabad ide jönnöd. Most már ránk is haragszanak. Miattunk van ez az egész. Miért volna miattunk? Azt nem tudom. De eddig még soha nem mentetek senkit. Soha. És most minden más lett. Menj el! Anna! El kell menned! Menj el! Anna! Menj el! De akkor téged is magammal viszlek. Én ide tartozom, te pedig nem. Csak te mehetsz el. Anna! Anna, várj! Mindenhol ott vannak. Nem mond semmit. Mit mondjak? Mi ez az egész? Mióta vannak itt? Mondjon már valamit, hát maguk is csak félnek. Mit akar hallani az Isten szerelmére? A háború elvitte a férfiakat. Még az egészen fiatalokat is oda kellett adnunk. Aztán, aki megmaradt, azt a spanyol nátha tette a sírba. Most meg itt vagyunk a fagyott földdel és a temetetlen halottainkkal. Mit akar? Mitől féljek még? Mit féltsek? Hát nincs már itt semmi. Holnap elutazok. Jól teszi. Hagyjon itt csapott papot. Úgyis csak tetézi a bajt, ahelyett, hogy segítene. Anna!
Anna! Valami ételt. Köszönöm. Illus néni elmondott, hogy mit láttál? Hát én nem nagyon láttam semmit. Csak mintha valaki végigfutott volna a tetőn. És hullott a nádból a piszok, amerre ment. Hangokat hallott? Akkor nem. Sóhajokat szoktam hallani, és érzem a hideget is. Aztán a létre leesett, pedig mióta oda volt támasztva a falnak. Én többet nem tudok. Na, itt a keresztes néni. Legjobbkor. Anuskáik itt kérdezősködnek, hogy mi, hogy történt nálunk. Azért is jöttem, mert hát, ha tudok segíteni. Csokolom, biztosan. Hát én sem tudok ám sokat, csak én még ott voltam a tél elején, amikor ez az egész elkezdődött. A tél elején kezdődött? Nem így mondanám, hogy akkor kezdődött, csak akkor valahogy többen lettek. Tessék elmondani. Meg egyszer... Mondd csak el. Bent voltak a házamban éjszaka. Megmarkolt a bokámat a jéghideg markával. Érzem, hogy csak a csontja van, meg hús már nincs rajta. És bántotta? Végül nem bántott, csak ijeszgetett. Eljött máskor is. Egyszer megszólítottam, de nem felelt. Csak éreztem a szagát, meg elpenészesedett a fal reggelre, mintha elrohadt volna, bocsánat, hogy így mondom. Aztán nem jött többet. Tetszik tudni, ki lehetett az? Ahogy az lehetett valaki? Nem tudom, talán. Sokan haltak meg akkoriban. A háborúban is a férjem, két bátyám. Gondolja, hogy közülük volt valaki? Tényleg nem tudom. Hát minden esetre azok nem csináltak ilyet, mint ami a Klárikával történt. Annuskám, vidd el a fiatalembert az Emihez is. Köszönjük. Miattam jöttél vissza? Miattad? Akkor jó. Nincsenek lábnyomok. Látszana a porban.
szegény Klári néni. Kapva, kimegyünk innen. Bejöhetünk? Én a háború előtt cseléd voltam, itt nem messze a városban. A bírónál. Annak a felesége hitt a kísértetekben. Hárman voltunk cselédek a házban. Sok volt a gyerek meg a rokon, mindig jöttek-mentek a vendégek. Kellett a személyzet. Ez az asszony megidézte a kísérteteket. Mi csak nevettük. A magunk fajta nem hisz az ilyesmiben. Valaki még az Istenben sem hisz. De egyszer beteg lett a bíró. Már papot hívtak hozzá. És akkor ez a nő a barátnőivel hívta a szellemeket, és kérte őket, hogy ne vigyék még el az urát. És megmaradt. Pedig mind láttuk, hogy már csak hálni jár belé a lélek. De a szellemek mind ott maradtak a házban. Honnan tudja, hogy ott maradtak? Összetörték a porcelánt, csak a bajt csinálták. Az egyik cselédet lelőgték a lépcsőn. Gonoszak voltak. És aztán? Papot hívtak, hogy üzze el őket. Zsáját égettek minden szobában, szentelt vizet szórtak a parázsra. Használt? Nem. Csak amikor az úr meghalt, évekkel később, akkor mentek el. Itt a faluban nem szeretik, ha valaki erről beszél. Pedig én hónapok óta hallom a sóhajtozásukat. Nem tudom, hogy segít-e mindez. Azt mondta, hogy hallotta őket, és még most is hallja. Mondanak valamit? Lehet érteni őket? Csak úgy súgnak, búgnak. Nem emberi hangok azok. Értem. Jutkával már beszéltek? Cikória. De jobb, mint a semmi. El tetszik mondani? Senki sem hisz nekem. És már én sem tudom, hogy tényleg így történt-e. Ott ült. Abban a székben, ahol most maga. Én meg lent voltam a pincében. Volt valami süvítő hang, és a feje így... így belenyomódott a testébe. Aztán csak itt álltam az ajtóban, és mozdulni se tudtam. Ő meg meghalt. És minden vizes lett. A falakból folyt a víz. Körbenézhetek? Persze. Úgyis ki kell mennem megetetni az állatokat. És még egyszer köszönöm a képet. Van itt valaki? Ha hallasz minket, szólj hozzánk. Ha hallasz minket, szólj hozzánk. Ki van ott? Nincs itt.
Anna, minden rendben van? Elment már az eszem, igaz? Nem hiszem. Hol van a férje holtteste? Ott van szegény, a pajtában. Kik ezek? Itteni emberek. A Pék, a lánya, a felesége, Klári néni, Joli néni. Lassabban. János, Vince bácsi, Mari, Gábor atya, Kis Gergő, Zolika, a Gabi. És azt tudod, hogy miért haltak meg? Ők Spanyolnátában, meg ők ketten. A pap is? Milyen szép. A vizes mellkas. Szürke arc. Viaszos tapintású bőr. Fulladás. Honnan tudsz ennyi mindent? Az öreg mellett már se csináltam, csak halott testeket rendezgettem. Megtanítasz engem is? Dehogy is. Ez nem kislánynak való. Nem leszek mindig kislány. De most az vagy. Ő a pap? Igen, Gábor atya. És van már új pap? Nem hívtak. Vasárnap reggel így is mindenki elmegy a templomba. És a többiek? Vince bácsi megfagyott. Hogyan? Nem tudják. Ő volt a juhász, csak elaludt. Most is meg vannak fagyva. Így nem látszik, hogy megfagyott. És Tibor? Itt van. Légnyomás nyomai. A hullafoltok ellenére erős véraláfutás a mellkason. Látod, Anna, nem miattunk volt. Honnan tudod? Ezek a foltok. Miért? Mindenkinek van? Nem. Csak nekik. A katonáknak? Nem, Anna, nézd. Klári néninek is van. És ez mitől lett? Nekem is volt ilyen. Nekem a légnyomástól volt. Az olyan, mintha egyszerre mindenhol megütnének. Nagyon fáj? Nagyon. Bele is lehet halni. Akkor őket mind. Igen. Ezt ők teszik. A kísértetek. Te jóságos ég. Ezek mozgatni tudják a levegőt, érted? A levegőt mozgatják, mint a légnyomásnál. Meg kell tudnunk, hogy mit akarnak. De nem beszélnek. De Jutkánál olyan volt, mintha beszéltek volna. Szerintem valamit mondani akartak, csak így ezzel a lögdöséssel, rángatással. Meg is ölhettek volna, mint a Tibort. De mégsem tették. Mert szólni akartak hozzánk. Csak mi nem értjük. Az az asszony is azt mondta, hogy hallja őket. Felvesszük fonográffal. Lesz róluk fényképünk, és hallani fogjuk a hangjukat. Ezen is ott vannak.
olyan, mintha halottak, vagy valami oda vonzanál kísérteteket. Mángott. Rengetegen vannak. Köszönöm. Segítsetek szétszórni. Csinálsz? Felveszem a hangjukat. Látod ezt? Ez a vékony lap rezeg a hangtól, és belkarcol itt a végén a hengerbe. És amikor ezt kicserélem, ez letapogatja a karcolásokat, és megmutatja a rezgést. Ami a hang. Csak ki kell támasztanunk valamivel, hogy akkor induljon el, amikor kell. Az jó. Tökéletes. Várj itt meg. Soha életemben nem láttam nálad ilyen több kislányt. Mi az? Lyukkamera. Van rajta egy egészen kicsi lyuk. Azon keresztül bemegy a fény, és egy képet vetít a lemezre, amit beletettem. Meglátjuk. Így. Még hajnal előtt vissza kell jönnünk érte. Fázok. Rettentő hideg van. Már csak küldött neked bort. Te voltál ott, ugye? Hol? Nem az az öreg volt, hanem te tértél vissza a halálból. Igen. Halottnak tűnsz. Az öreg is ezt mondta. Gránát lehetett, vagy akna. És? Nem tudom. Az öreg azt mesélte, hogy a kráterbe húzott ki. Mindenhol víz volt. Meglátott a többi halott között is. Látta, hogy megélhetek. Ezt mondta a néni is. Mit? Hogy látta, hogy megélhetek.
Azt mondta, fuldokoltam, nem tudtam kijönni, de kiszedett erővel. Aztán nem sírtam. Csak dörzsölgetett sokáig, hogy megmelegedjen a vérem. És akkor felsírtam. Néha bánja, hogy erővel visszahozott az életbe. Szerintem nem lett volna szabad. Szerintem meg igen. És te sem emlékszel semmire? Hogy milyen volt ott lenni? Én emlékszem valamire. Amit az öreg mesélt a vásárban arról a lebegő alakról. Azt tőlem hallotta. Csak kiszínezte, hogy szórakoztassa az embereket, de én emlékszem. Akkor nem csak miattam jöttél vissza, hanem magad miatt is. Miattad is, meg magam miatt is. Kimegy a meleg! Majd a Lacika is kap az anyjától, meglátod! Lacika?
utcunkon. Szorosan mellettem. Félek. Semmi. Semmi. Várj itt, hozom a fényképezőgépet. Szólj hozzánk! Mondd meg, hogy mit csináljunk! Mit akartok? Miért bántjátok az embereket? Segíteni akarunk! Elmentek. Ne tapusd össze a nyomokat! Nincsenek nyomok. Ez meg mi volt? Megyek, összeszedem a dolgokat. Menj haza. Ne segítsek. Menj pihenni. Jó reggelt. Jó reggelt.